A Nyíregyháza a bajnokságban 8-0-ás mutatóval áll az NB1B piros csoportjának első helyén, az Eger pedig 0-8-as mutatóval sereghajtó egy osztálya lejjebb. Így már a feldobás előtt lehetett tudni, hogy melyik csapat lesz a továbbjutó. A kékcápák megtisztelték ellenfelüket azzal, hogy legerősebb csapatukkal álltak ki, és végig komolyan vették a meccset. Az első negyed végén 8 ponttal, 20 perc játék után 21 ponttal vezetett a házigazda. A folytatásban sem változott a helyzet, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség. Siska János valamennyi játékosának lehetőséget adott, és a végén 44 pontos győzelemmel ünnepelhette a továbbjutást a nyíregyházi gárda. Azt kértem, hogy azért vegyük komolyan a mérkőzést, tehát ne ilyen nyögvegyelős legyen és ilyen langyos játék legyen. Úgy gondolom, hogy felpörögtek a srácok kellőképpen. Jó volt a védekezés, azt szerettem volna, hogy azok a játékosok, akik kevesebbet szoktak játszani bajnoki mérkőzésen, többet játszanak. Ez meg is történt, ahogy néztem a statisztikát, mindenki megkapta a játékperceit, úgyhogy örülök, hogy nyertünk. A mérkőzésen 16 pontot szerző Mohácsi Máté szerint fontos, hogy egy esetleg könnyebbnek ígérkező meccsen is a maximumra törekedjenek a játékosok. Becsületben mindenképpen úgy kell játszani, hogy szerintem ma is tettük, nem engedheti meg magunknak a csapatunk azt, hogy bárkit is félváró vegyünk, legyen az kupa meccs, vagy legyen az egy papíron gyengébb ellenfél a bajnokságban, úgyhogy minden egyes siker egy jó mérföldkő ahhoz, amit, hogy el tudjuk érni a bajnokság végén a célunkat, és ez is szolgálta a fejlődését a csapatunknak ez a mérkőzés. Nyilván prioritás a bajnokság, mert az jelent automatikus feljutás, ha azt megnyerjük, de a HEP kupán is az aranyérem a cél, tehát egy fordulót kell még nyerni, ahol már országos táblán, tehát bárkit kaphatunk, itt már azért lehetne ez a ellenfél. Akár idegenben is, de a célunk az, hogy négyes döntőben esetleg hazai rendezéssel meg tudjuk nyerni a kupát is. A negyed döntő mérkőzéseit, ha a járványhelyzet engedi, december 10-ig le kell játszaniuk a csapatoknak. A bajnokságban a cápák két következő meccse, a Rádgéber Akadémia és a MASZ elleni idegenbeli találkozó elmarad, így legközelebb december 9-én a TF Budapest ellen lépnek pályára bajnoki pontokért Mohácsiék.